Boriska! Hát szeret! Igen, Boriska szereti Dániel, mert Dániel kedves, mert Dániel jó, mert Dániel okos. Mert Dániel szép. Ha nem szép, nem vagyok. De azért meg lehet szokni. Meg! Ez a fő. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Magyar Filmek Által Cettig legeslegújabb évada. Szia, Ádám! Hogy telt a nyár? Fantasztikus volt, nagyon kipihentem magam. Te? Ja. Újult erővel, mondhatni. Abszolút. Nagyon sok filmet néztem. És már egy abszolútot előttem így az első 15 másodpercben, úgyhogy az abszolút kvótámat szerintem gyakorlatilag ezzel ki is merítettem. Hát az abszolút, az most már teljes értékűen leváltotta az igent. Abszolút, így gondolom én is. De már azt senki nem mondja, hogy igen, csak annyi, hogy abszolút, bármi. Kérsz egy kávét? Abszolút. Nem tudom, ez hogy történt, meg mikor történt pontosan, de... Ilyen időket élünk, most mondom. Hát. Erre várjál gombot. Na, de ez nem egy nyelvészeti adás? Nem ám, hanem ez az 1953-as magyar filmekkel foglalkozó epizód. Dír! Úgyhogy? Úgyhogy, de még ezelőtt azt szeretném mondani, hogy az új évadban arra fogunk törekedni, hogy a lehető legtöbb adásban vendégeink is legyenek. Úgyhogy izgalmas új műsorok elé nézünk. Igen, lesznek új emberek is, és majd meglátjuk, hogy ez hogy működik. De igen. Tehát, hogy már két adásban biztos lesz vendég, igen. Talán ezt kijelenthetem. Igen. És reméljük, hogy szeretni fogjátok. Igen. És még azt szerettem volna mondani, ezt felírtam magamnak, hogy elnézést kell kérnem az előző részben, részbeni hangvételem miatt, mert vágás közben éreztem, hogy tényleg túl negatív voltam, és ezt a podcastot nem azért hoztuk létre, hanem azért, mert szeretjük a magyar filmeket, és a helyükön kell kezelni az összes propaganda filmet is, és az értéket kell megtalálni benne, és teljesen igazod volt, és revidiálom az álláspontomat. Ez most konkrétan egy olyan, mint amikor egy ilyen híresség felolvassa az iPhone-ján a notokból a bocsánatkérést. Igen, olyasmi, de hogy tényleg teljesen igazad volt, és nem szeretnék még egyszer ebbe a csapdába esni. És akkor ezt hogy fogjuk elérni? Hát, hogy szóljak? Szóljak. Vagy van egy táblát nyújtsd. Felmutatok egy kis táblát, hogy kezeljem helyükön ezeket a filmeket. Egy negatív luca előbújt újra. Szóval ennyi lett volna a szolgálati közlemény. Én ezt a bocsánatkérést a közönség nevében elfogadom, és meg nem történtként. Jaj, annyira közelem. Hálás vagyok, köszönöm. Nagyon, nagyon nagy vonalú vagy. Más nevében. Igen. Akkor nagyon gyorsan az 1953-as évről kevés dolog történt, úgyhogy ez szuper gyors lesz. Március 5-én a szovjet generalissimus Sztálin meghal. Arról egyébként a Sztálin halála című vígjátékot nemrég láttam, az elég jó. Igen. Ezt ajánlom, nem egy dokumentumfilm nyilván, de igen, nagyon nem szórakoztató. Tudom, nem néztem utána, hogy így a valósághoz bármi köze van-e. Mármint, hogy a szereplők értem, hogy a karakterek azok. Hát igen, meg az, hogy ugye rosszul lett, és akkor így egy kicsit szándékosan nem hívtak orvost egy éjszakán át. Ja, sem tudtam, hogy ez így volt. Aha. De szórakoztató a film. Az nagyon vicces, igen. Május 29-én Sir Edmund Hillary és Denzing Norgay, nem biztos, hogy így kell mondani, elsőként mászták meg a Mount Everestet. Nem tudom, hogy ez még csak 53-ban történik. De. Június 2. Londonban megtartják II. Erzsébet brit királynő hivatalos koronázási ünnepségét. Júli. És ez azóta is. És hát, still kicking. Nem tudom, hogy befejezzük-e a podcastet előbb, vagy... Vagy az öreg Károly végre. Végre amit oly rég vár. Igen. Szerintem egyébként nem várja ezt. Szerintem ő lehet a legnépszerűtlenebb ember a
monarchia történetében. Már senki nem vált semmit. Csak a... Csak a kis csaj. Halál, megváltó halál. Július 2-án az MDP június végi ülése után új kormány áll fel, élén Nagy Imrével. Mondom. Igen. Nagy Imre. Ja. Nagy Imre in. November 25 a londoni Wembley stadionban a magyarok 6-3-ra legyőzik a 90 éve veretlen Angliát. Tehát ez az évszázad mérkőzése, Puskás, mindenki tudja a sztorit, 6-3. December 1, Hugh Hefner kiadja a Playboy első számát a felöltözött Marilyn Monroe-val a címlapon, és ruhátlanul a belső oldalakon. Wow. Hát. Április 13, Ian Fleming kiadja az első James Bond novelláját, a Casino Royale-t, és a Földkerekség legjobb sója című film nyeri az legjobb Oscar-nak járó film díjat. Pont. A micsoda? A Földkerekség legjobb sója. Ja, földkerekség. Ja, a Föld sójára gondoltam, és nem értettem, hogy az... Hogy ez a két évvel az előtti film, hogy nyerhetett ott már? Jó, kicsit. Én azt, nekem az az érdekesebben, hogy valahogy a Playboy megjelenése és a James Bond novella az valahogy egy ilyen... Tehát, hogy macsó, valami volt így a levegőben. Tesztoszteron, gomba felhő. Igen, hogy ez valahogy így összefügg. És 6-3. Hát azt az tudom, is, hogy hogy nem az ide, is de... összefügg, jó, és okay. A Nagy Imre tesztoszteron bomba. És ezt Sztálin szíve már nem bírta, és megvan. Igen. Meg egyébként a csúcsra törés a Monteverre. Ezt, figyelj, ez egy férfias év volt. Még annyit akartam mondani, szintén az örök hálával járulunk Gelencsér Gábor könyve elé, amiben azt írja a Gábor, hogy ez az 53-as évvel zárjuk le a diktatúra legsötétebb évszakát, és felkészülünk az új hullám kezdeteire a magyar filmművészetben. Úgyhogy innen csak felfelé lesz. Hát állok elé. 2000-es évekig. Töretlenül. Igen. Nem, hát a mai napig töretlen. Igen. Felfelé. Előre is felfelé. Hát figyelj, kössük el úgy, hogy az első filmünk. Az állami áruház. Az állami áruház. Van neked ezzel valami sztorid, ez a nagyapád kedvenc Nem, film? Igen, az volt, hogy amikor elkezdtük a podcastet, akkor megkérdeztem, hogy ő neki mi az első film élménye, amire emlékszik, és akkor azt mondta, hogy az állami áruházra emlékszik, hogy azt megnéztem moziban, és hogy milyen jó volt, és hogy fantasztikus volt az élmény, és akkor megnéztem. És neked is fantasztikus volt az élmény. Hát szerintem egy nagyon szórakoztató film. Úgyhogy azt most már kétszer láttam, nem megnéztem azért újra, de szerintem, hogy most még nem akarom elszpoilerezni az értékelést, vagy nem tudom. Jó, jó. Akkor mondjuk ki, hogy most elkezdünk az állami áruházról beszélni. Igen, elkezdődött a podcast tartalmi része. Jó. Ding! Oké, hogy mit gondolsz a filmről? Vagy hogy vagy mondd el, hogy miről szólt, vagy elmondom én. Van egy ilyen áruház, ami meg létező áruházakból van kicsit összegyúrva, mind forgatási helyszínileg, mind tehát nem egy konkrét áruházban játszódik, és az a lényege, hogy van egy alapvető olyan konfliktus, hogy a munkaversenyben, ami viszonylag fontos szereplője még azért ennek a filmnek, bár nem ennyire arcba mászosan, de hogy a munkaversenyben a férfi ruhaosztály és a női ruhaosztály versenyzik, és eközben kineveznek egy új igazgatót, aki próbál beleszokni az új szerepébe, és vezetőjévé válni ennek az áruháznak, úgy, hogy a háttérből továbbra is a régi igazgató próbál gáncsoskodni, majd egy olyan szál is bejön a film második felében, hogy egy gonosz imperialisták ármányának köszönhetően egy ilyen pánikvásárlást akarnak ki eszközölni azáltal, hogy elterjesztik, hogy a forint, a 100 forintos be fogják vonni másnaptól, és nem fog semmit se érni, és akkor ezért egy óriás megrohamozzák az üzletet, különböző szabotőrök és félrevezetett emberek, és hogy egy vajon sikerül-e ezt a krízist megoldani az új igazgatónak, és ennek a kis
vicces bagázsnak, akik az eladók az áruházban, de hát természetesen a szocialista termelésnek köszönhetően megérkeznek a platósifák az új áruval, és az áruhiány legyőzésre kerül. Azt hiszem, jól összefoglaltam. De ez alapján, tehát hogy ez most a nyers sztori, ez alapján ez egy nagyon száraz, megint nagyon propaganda filmnek tűnik, de nem az. Tehát, hogy ez egy, ezt szerintem jobban hasonlít a nem tudom, Hippolyta Lakály, inkább Hippolyta Lakály, mint Gyarmat a föld alatt azért. Igen. És ez Gertler Viktornak köszönhető, hogy ő azért így értette, hogy... Hogy mi kell. Azért, igen. Hogy ez így, ugye, hogy a munkaverseny... Benne van a munkaverseny is, de azért kicsit hülyének is van nézve ez a munkaverseny. Igen, esdik. Hülyének is van nézve, meg organikus, tehát hogy nem azt érzed, hogy... Tehát, hogy azért nem arról szól a film, hogy a Sós Imre az Eszterga gépet akarja... Könnyezve nézi az Eszterga gépet már megint. Igen. Tehát, hogy a munkaverseny az egy ilyen hogy van ez egy ilyen kvóta, és akkor ennek van ilyen dramatikai szerepe is, de hogy nem tudom. Igen, kicsit jobban része. Aha, abszolút. Ja, basszus. Jó szó volt, előttem, kivettem a szádból. Nem, de most meg is felhasználtam a kvótámat. Ja. De még van egy szó, amit el akarok lőni, hogy elhasználjam a kvótámat, de ezt nem most. A fülle könnyű. Na, eljöttem. Na, egyébként a szereplők, Gábor Miklós, Latyi, Feleki Kamil, Turai, Gózon, szokásos állista, a kor állistája szerepel. Igen. Ja, egyébként igen, tehát az alapfilmek.hu a jellemzése a filmnek így kezdődik, habkönnyű bohózat, úgyhogy most már előttem a habkönnyűt is. És igen, egyébként ez az érdekes, és nem tudom, hogy erről mi a véleményed, ami szerintem izgi ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy itt azt írták, tehát hogy van ugye a Magyar Művészeti Akadémia lexikona, és van az alapfilmek, ami két ilyen forrás, amit mindig el szoktunk olvasni, és hogy az alapfilmeken azt említik, hogy szerintük ez az egész, vagy az ottani író szerint, aki ezt a összefoglalót írta, hogy ez az egész film ironikus. Uh-huh. És hogy erről te mit gondolsz? Erről én is ott szereztem tudomást. Mert szerintem nem az. Tehát, hogy... Nem tudom. Tehát, hogy én nekem nem jutott ez eszembe, hogy ez az egész ironikus. Az, hogy van benne humor, és hogy ez kicsit így viccesen van tálalva, de hogy az, hogy ez ilyen dupla csavaros... Uh-huh. Kifizettettem ezt a propaganda filmet, és utána igazából jól bemutatok nekik, én ezt nem éreztem azért ebben a filmben, hogy ez egy ilyen annyira szatirikus, hogy észre se veszed, hogy szatíra, de nem tudom, tehát hogy nem, én ezt nem éreztem. Én se feltétlen, de remélem így van, és akkor ilyen... Jó, lehet, mindegy, ez majd... De mondjuk tudom. Alapvetően az, de ez meg nem a Gertler Viktor döntése volt, hogy ezt a termelési versenyt végre ne a retkes Eszterga gépek mellé tegye, hanem a női konfekció mellé. Ez okoz egy ilyen vicces hatást, mert hogy ugyanaz történik, a régi, begyöpösödött, gonosz izék, az új, friss, nagyon menő kommunista szemlélet ellen, és akkor lehet, hogy ezt gondolja, de hát ez meg... Tehát, hogy azért ez nem a tanú, vagy ilyesmi, hogy annyira... De szóval mindegy, ezzel csak annyi, hogy én személy szerint ezzel nem értek egyet, de lehet, hogy van valami olyan ismerete az alapfilmes összefoglaló írójának, ami nekem nincsen, vagy jobban ismeri Gertler Viktor, meg hát mondjuk az, hogy most a Gertler Viktor esetleg azt nyilatkozta, hát most azért... Én is azt nyilatkoznám. Igen, tehát, hogy... Szóval azt is, hogy nyilván nem ismerem. Mm. Jó, akkor ezen egyet értünk, hogy az alapfilmekkel annyira értünk talán ezzel egyet, de ők tudják. Tiszteletteljesen nem értünk egyet. Ja. Milyen öreg már ebben a Gózon? Én nagyon szomorú lettem. Jaj, hát igen. Töpörödik igen, össze. Igen, most már nagyon egy kis... Mazsola. Bácsi. De azért... Jó. Azért még pörög. Azért ő még tudja ezt hozni, amit kell.
A Szép az idő, százevező című dal az Ebben csendül fel, ami nekem egy újdonság volt, mert a dalt bár ismerem, de nem tudtam, hogy az Ebben Ja, van. hát én is akkor tudtam meg, amikor először láttam, Igen. hogy Tehát a ez az ikonikus dal. vidám, közösen éneklő, nagy rezes bandás, meg ilyen koreografált jelenetekből nincs hiány, Ez szerencsére. nincs. Mindenki nagyon boldog, és nyár van, és együtt teveznek, és együtt splassannak bele a medencébe. Ami ugye a stúdióban felépített strand, mint ez kiderült, tehát egyébként működik, tehát hogy én azt hittem, hogy ez egy igazi strand, én nem vettem le a filmből, hogy ez kamu. Igen. Ez tökre működött. Szerelmi sztori. Ugyanaz, mint mindig szokott lenni az ilyeneknél. Hát ez kötelező. Nem működik az is, tehát hogy nekem sok volt már a dal azért, hát igen. Meg azok az opera hangok, azok a fejhangok. Imádom, hogy egyébként mindenki tök normálisan énekel, és akkor a két szerelmes főhősünk, ők így megütik operett, a... Operett, és így belerezeg az ablaktábla. Hát volt ez most ez a, most nagyot ment ez a, ez kicsit messzire visz, de hogy volt ez a Janet Jackson dal, amitől beszartak a merev lemezek. Ez... Ja, igen. És hogy ettől az agyam szarik be ezeket a Nem olvastam el, de miért szartak? Hát az, be, hogy tudom. Van egy Janet Jackson dalban, van egy olyan frekvencia, ami pont az a frekvencia volt, ami egy bizonyos, még régi mágneses hard drive-nak a frekvenciája, és azért ez egy valahogy így pont azon rezgett, és akkor kidobott egy ilyen de olvasási szándékos hibát. Volt? Nem. Hát a szándékos lett volna, akkor az mesteri, de nem. Tehát, hogy vissza a filmhez. Vissza a filmhez. Nekem így a film közben azért például voltak ilyen érdekes dolgok, például azt felírtam, hogy feltűnik Swing Tony, aki most zakót vesz, és annyira karakteres arca van, hogy majd nem tudtam nem észrevenni, hogy hát ez Swing Tony. Hát ez bizony Swing Tony. Ez az arc, ez elfelejthetetlen. Ami még nekem izgi volt, már rögtön az elején, amikor ugye a Latyi megy a záruházba. Igen. Ott van az Astorian kezdődik a jelenet, és egy piros a lámpa, nem szabad átmenni, és ott van egy az Astoria szálló teraszán, kb. Áll egy csávó egy mikrofonnal, aki mondja, hogy a gyerekei és a felesége hazavárják önt, úgyhogy ne lépjen le, a piros az tilos, és a sárga is tilos, mint a piros. Azt akarod mondani, hogy ezt a szakmát vissza kéne hozni a mai Nem, napok. Azt akarom mondani, hogy ez nekem nagyon fura volt, és aztán valahol... írták is, hogy ilyen nem volt. Tehát, hogy ez nem létezett ez a dolog. Hát szerintem ez így a film narrációját futott a film világába, és akkor onnan... Hát lehet, de hogy ilyen igazából nem volt, úgyhogy ezt kicsit csalódottan olvastam, azt hiszem, hogy tényleg volt ilyen, mert ez amúgy egy... Tehát, hogy ez szerintem működhet, hogy... Élő jelző lámpa. Igen, és akkor, ja, és még ki is szól, hogy igen, magának beszélek, így teljesen. Tehát, hogy el tudtam volna képzelni, hogy volt ilyen. De nem volt. Mert a nézőt jutott eszembe a Csini babában a Gárvölgyit, aki ő is egy ilyen hangos beszélőben, ő a több bizalmi, és akkor ez egyik ki van hangosítva ilyen hangszórókon, amit ő mond. De se tudom, hogy ez egy ilyen dolog. Jaj, hát igen. Hát még két dolgot írtam, ami ilyen nagyon a filmben történik, és szerintem izgi. Hát az egyik, hogy amikor fondorlatoskodnak az Igen. imperialisták, hogy valahogy be kéne dönteni a forintot, akkor van egy olyan jelenet, hogy ott van az asztalon Marx-tól a tőke, és azt így nagyon látványosan félre rakják, és utána mondják, hogy jó, akkor ezt a 100 forintost ezt most elterjesztjük, és ez egy ilyen... Lehet, hogy az irónia. Tehát, hogy ez... Nem tudom. Tehát, hogy pont emiatt azt gondolom, hogy ez egy nagyon vicces jelenet, de hogy ez szerintem nem ironikus, hanem... Tehát, hogy egy vicces, hogy ennyire arcba mászol, de ez volt, meg az, hogy hát hiányoltam ebben is, hogy hol van Sós Imre, és hát, aztán nem ott van kell a végén. Sokat várni. Hát a végén. Én úgy gondoltam, hogy a következő film, de... Ja, nem úgy értem, a következő filmben is, de hogy vásárlóként azért föltűnik, és van ott, van, tehát, hogy ott van még egy ilyen mondata is, hogy azt hiszem valamit még mond is, de a következő filmben főszereplő leszek ez a mondat. Hogy iratkozzatok fel a Magyar Filmek Által Cetikre, ha jól emlékszem, ami ilyesmit mond. De lehet, hogy nem jól emlékszem. Hogy amikor a cigi kínálás, tehát ez óriási, ez jelent, hogy Kossuth, harmónia, 5 éves terv, harmónia. Hát ez
ez? Várjál. Jó, tehát egy... Jóka poénó. Tehát, hogy lehet rajta őszintén igen. nevetni. Meg amikor felhozza a pincéből tényleg az összes ilyen szar terméket, hogy már igen, azt sózza rá az igen. emberekre, az nagyon szórakoztató. És hát az a jelenet, abból csináltam is egy gifet, amikor ott vannak, hogy mit csináljunk ezekkel a marhasok cirokseprűvel, amit ránk sózott, és akkor ott összetörik valami ott a nagy kavarásban, és akkor na hát akkor lehet seperni! És akkor ez egy ilyen nagyon ilyen heves geszt, tehát ahogy a tabár szokott, ilyen heves gesztikuláció mellett. Ez is nagyon jó. Szóval ennyit akartam még így a filmhez, hogy ez az operacionázban párhuzamosan fut a filmmel ez a darab is, uh-huh. tehát darabként. És még az a készítőkről írtam fel pár dolgot, tehát Gertler Viktor, ővel 38-ban találkoztunk utoljára. Oly régen lett volna. És nem emlékszem, hogy már annó ezt elmondtam, de csak pár szó róla, hogy ő színésznek tanult eredetileg, és Rejtő Jenővel is járt egy csoportba. És ja igen, és hogy róla lesz majd egy film, az És akkor a Pasas című uh-huh. önéletrajzi film, amit uh-huh. biztos meg fogunk nézni, úgyhogy majd az izgi lesz. Illetve az még egy nagyon ilyen klasszikus, hogy hát ő úgy került a filmgyártásba, hogy Berlinben volt, és valami félreértés miatt őt ki is dobták a filmgyárból, nem tudom mi, és végül úgy jutott be, hogy egy ismerősétől újságíró igazolványt szerzett, és akkor újságíróként tudott újra megint beépülni, és akkor így szerzett ilyen filmes melót, miután úgy beosant ezzel, és amúgy ő zenéket is csinált, meg vágott is, tehát hogy ő mindent csinált, ami a film szakmához kapcsolódik, és az elvileg ebben az önéletrajzi filmjéből is van, mennyire kiderült, hogy ez már izgi lesz. Gábor Miklós, hát ővel nem olyan rég találkoztunk, főszereplő, illetve Feleki Kamil, aki a milyen bácsi, Glauzius bácsi, a könyvelő, a meg nem értett zseni, könyvelő zseni. Mindenki lenézi, vagy csak úgy izének. Gábor Miklós az új igazgató, tudja, hogy rászámíthat, és akkor ezzel él is. Na szóval Feleki Kamil, ő már 11 évesen eldöntött, egy színész lesz, és magánórákat vett, és 78-ban lépett utoljára színpadra, de filmekben szerepelt még a 80-as évekig, és vele az a szomorú dolog történt, hogy hát ő szegényen halt meg végül, úgyhogy őt a élete végén már nem az elismerések koszorújával élt, attól az kép zavar. Tura Ida visszatért. Én úgy örültem neki, igen. hogy újra itt most, mint most a Latabárnak volt a párja. Igen. Tehát, hogy ő most már, sajnos ő most már a másod mellékszereplőknek a szerelmi igen. párja. És szegény, hogy már a Latabár jut neki, hát azért igen. picit szomor. De tehát, hogy de az egy jó hibátlan volt duo, a szerep, igen. nagyon jók voltak mind a ketten, úgyhogy tök jó. Úgyhogy itt már ő 46 éves egyébként ebben a filmben. Ez, nem tudom, 30-nak néz hát igen, mindig. Egyébként simán. Tehát, hogy azért is fura kicsit ez a párosítás, tehát de még mindig nagyon fiatalnak tűnik. Illetve még azt írtam fel, hogy Barabás Tibor az írója ennek a filmnek, és 1982-ben azt írta, hogy ezt valós események ihlették ezt a filmet, mert az öccse divatcsarnok igazgatója volt, és tényleg volt egy ilyen, hogy elterjed egy rémhír, és egy ilyen vásárlási láz kitört. Illetve még Horváth Tivadart írtam föl, aki Klimkó, Tura Ida másik kérője, aki hoppon marad egy ilyen piperkőc... Elég szórakoztató. Tök fej, de igen, szórakoztató. És róla még azt írtam föl, hogy ő színész mellett, színészség mellett, ő hegedőművész is, tehát zeneakadémiát végzett. Majd elvégezte a filozófia és művészet történet szakot is, színházi rendező is, és, ahogy visszakapcsolom egy régebbi epizódhoz, ő a másik rendezője Várkonyi Zoltánnal együtt az első szilveszteri tévékabarénak, tehát hogy ő tévés rendező is lesz, úgyhogy azt hiszem filmekben nem olyan sokat szerepel, pedig hiszem, hogy mibátlan tudja ezt a karaktert hozni, hanem más vizekre vez. A kamera műsor. Másik oldalán áll, hogy az egyik leggyűlöltebb kifejezésemmel élhessek. Úgyhogy
be is fejeztem, én ennyit írtam fel még ehhez a filmhez. Én csak annyit szeretnék mondani, igen, hogy úgy örülök, és olyan hálás vagyok, hogy te egy utána nézel dolgoknak. Én így legjobb esetben megnézem a filmeket. Legjobb esetben lesz a fasza. Viccelek, mindig megnézem. Legjobb esetben kétszeres sebességgel. Egy alvás közben beteszem. Tudod, mint régen a suliban, ja, a könyvet a párnám alá. Igen. Te meg annyira rendes vagy, és ez olyan fantasztikus. Nem is tudom, mit keresek itt. Ki vagyok én? Na jó, nem menjünk ebbe, bár nem kell szerénykedni. Álszerénykedni, meg főleg nem kéne. Akkor azt menjünk. Azt így rendben van. Hát már, bár már nem ifjú, de rendben van. Legszarabb átkötés díj, megint nekem jár. Köszönöm. A második filmünk az Ifjú szívvel című Keleti Márton rendezés. Bacsó Péter írás. Amit Bacsó Péter írt, de hát ez nem egy tanú. Még nem egy tanú. Annyit szeretnék a filmről mondani, hogy már a főcím alatt is egy mozgalmi induló szól, szóval, hogy tudjuk, hogy honnan, hova fogunk eljutni. Tudjuk, hogy itt Esztergapad az valahogy valamilyen dramatikus. Maximumra lesz járatva. Tehát amikor szól a mozgalmi induló, és látjuk, hogy Sós Imre fog szerepelni, akkor tudjuk, hogy itt a szar is ki lesz innoválva az Esztergapadból. Szerintem a film erről szól, de javíts ki, ha tévedek. Megpróbálok. Sós Imre frissen végzett az esztergályos suliban, jó szar osztályzatokkal. Csak esztergályosságból ügyes, minden más egy a pocsék. Aztán van egy kis gyárfetisizálás, hogy mennyire jó és szép a gyár. Anyánk az egész ország, jó apánk a Rákosi. Igen. Jellegű mondatok hangzanak el. A suli toborozni megy vidékre, és van egy csaj, aki vasas akar lenni. Őt felviszik Pestre, megmutatják neki a gyönyörű gyárat. Hát amit ő ugye mond is, hogy hát én gyárat még csak filmen láttam, de gyönyörű szép. De gyönyörű szép. Volt. És hát innen tudtuk, hogy Sós Imre az elveszett. Sós Imre belenézett a szemébe, és abszolút egymás, abszolút. Sós Imre. Ő, tehát, hogy gyárfétisben ők összekötötték, igen. És termelési verseny indul a gyárban, hogy nem. Nyilván. A főnyeremény egy dunai hajózás. Sajnos a csajszí, ez a vasas gyárfetisizáló béna az esztergályosságban. Hát Sós nagyon felhúzza magát, hogy miatt fognak lemaradni a termelési versenyen. Pedig ő tehet róla, mert nem foglalkozott vele, pedig megígérte neki, hogy segít majd esztergálni. Na mindegy, ez egy képmutató, rátarti alak. És ő nagyon azon van, hogy szeretne mármint Sós Imre feltalálni valamit, amit még hatékonyabb a termelés. Nem tudom, ismerősen hangzik ez? Ilyet még sose láttunk, ugye? Nem történik, vagy nem sikerül. Hát nem feltalál... sikerül, mert hiszen... ugye ez... Nem tette bele a tanulást. Az elmélet. Csak az anyag, mi az anyagismeret? Egyes, kettes. Igen, és elvásik a fém. Ez nagyon izgalmas ez a része a filmnek. Ezt még hosszan akarom taglalni, hogy mi történt a filmmel. És akkor egy kicsit ott magába dől, de aztán egy szép verstől rájön, hogy mégsem szabad feladni, és muszáj tanulni. Arra a versre gondolsz, aminek az a refrénje, hogy én ilyen Rákosi. Azt hiszem, amit a kisfiú elszavar, amit ő ír. Igen. Talán egyébként ez a film az, tehát hogy ez még így nem hangzott el, hogy konkrétan valaki belemondja a kamerába, hogy éljen Rákosi. De ilyen 34-szer. Igen, tehát hogy ez a refrénje egy versnek, hogy éljen Rákosi. Igen. Utána a film középső harmada egy tánc bemutató és egymás arcába éneklés. Igen. Utána kiderül, hogy még így is nagyon silány a fél évi bizije a Sós Imrének, úgyhogy ez nagyon szar, hebrencskedett, és kárt tett a gyár egyik gépében, amiből nagy baj kerekedik. Megsértődik, meg akar szökni, bányába vagy Sztálinvárosba akar menni, mert mindenképpen sztahanovista akar lenni. Na de utána az apja jobb útra téríti, és rájön, hogy mégiscsak... Tehát másodszorra is rájön, hogy nem is szabad feladni, és mégiscsak fontos a tanulás, és az az egyetlen járható út, és kitűnő lesz a bizonyítványa, és elmegy a hajóútra, és mindenki boldog, és dal! Igen.
Ez elég összefoglaltam. Pacekul összefoglaltam? Hiányzik a Vidám Park, én ezt írtam fel, mert van egy tök jó Vidám Parkos jelenet. Jaj, hát ez fantasztikus. A hullámvasúton, hát fent van a kamera a hullámvasút kocsiján, őrületesen jó. Megint van kissé túlzott, majomkodó, amerikai zálló táncos, akiket a néptáncosok egy ilyen táncpárbajban megaláznak gyakorlatilag. Igen. Jampik. Különböző forrásokból átmásolt dolgaim lesznek. Meg még nekem azt tűnt fel, ez csak egy ilyen, mondhatom azt, hogy talán szakmai. Igen, kérlek. Hogy a vibe-ok. Hogy a vibe-ok nem működnek a filmben. Tehát, hogy aki esetleg nem tudja, az a vibe az az, amikor két kép valahogy el van választva valamilyen effekt. Csillagok háborúja. Hát az a klasszikus, igen. Igen. De hogy itt ez eltolás van, igen. És hogy van egy ilyen fekete csík, ami így kitolná az egyik képet, és hogy behúzza másikat, de ez de nem működik, hanem van egy vágás, és van egy csík, ami, és ez visszajön. Tehát ugyanezt használják, azt hiszem, a Rákóczi hadnagyjában is, és ott de is ugyanígy működik. Vagy ez, miért? Szándékos? Én azt hittem, hogy ez hiba. Hát hiba, hát persze, hogy hiba. De nem úgy hiba, hanem, hogy a kópia rossz. Vagy ja, szerintem nem. Hát ja. Azt szerintem el van csesz. Vagy nem tudom. Aha. Csak hogy feltűnt, hogy nem, hogy pattan a kép alatta, de mindegy, hát ez már szőrszál, hasonlatás. Csak hát megzavart a Rákosi vers élvezetében, hogy ilyen vibe-ok vannak. A Rákosi portré alatt elszavart Rákosi értető vers. Nekem a filmvilágból lesz egy nagyon jó... Na, ezt mondjam, figyelek. Szóval a filmvilágból idézek most. Az ifjú szívvel egy rendőrállam utópia tökéletes ja. példatára. Nem tartozik Keleti Márton ismertebb filmjei közé, és ez nem a véletlen műve. Lelketlen iparos munka, amely meg se közelíti a rendező néhány későbbi forgatott filmjének színvonalát, bla 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 bla. Felkavaró olyan filmet látni, amely a realizmus szándékával készült, de nincs egy őszinte pillanata. Mindenki hazudik benne, a rendező, az operatőr, a zeneszerző, a színészek. Megfontolt, tudatos hazugság ez, amely egyetlen célt szolgál, a szocializmus apoteózisát. Ez gyönyörű hát, mondat, igen, ezt majd azon belinkeljük, ezt igen. A cikket érdemes elolvasni. Hát, ha valami lehangoló, vagy valami propagandafilm, és borzasztó, az ez. Az ez. Tehát ez, hát ez a csúcs. Ez tényleg. És hát nagyon rossz ritmusérzékkel készült, ugye, hiszen pont Sztálin meghal, és Rákosi meg eltűnik. Hát, úgyhogy kicsit későn készült el, vagy tehát, tehát hogy azt kimondhatjuk, hogy hát ez borzasztó. Ez a film, ilyen szempontból. Én nem mondhatom ki, mert én nem vagyok negatív. Ja, igen. De hogy, hát, hogy amit, tehát, hogy amit a propaganda szempontjából pozitívnak lehet mondani, hogy végül is az az üzenete, hogy tanulni kell, és az esztergapad az nagyon fontos, de hogy azért tanulni is kell, és végül is ez a része, ezzel valamennyire egyet lehet érteni, de hát, hogyha ezt nézzük, hogy... Csak ugye miért kellett ez 111 perc? Hát azt nem tudom. És legtöbb éjjel Rákosi. Az ebből 100 az éjjel Rákosi. Neked van még valami? Abszolút, még van pár szó, pár idézet. Ezt az abszolútot kivághatom majd? Igen. Nem, sipolt ki. Hanyagoljon el Tata, például megengedett, hogy levegyelek az arra, hogy le akarja fotózni a lányt, a kisfiú. Ez szerintem nagyon vicces. Meg, amikor Sors Imre, vagy nem, vagy a Sors Imre, vagy a kisfiú büszkén mondja, hogy hát ezeket, akik itt most a gyárban dolgoznak, ezeket mindig agitáltam. Agitáltam. Hát ez fantasztikus. De figyelj már, hogy van ez, hogy Sors Imre 25 éves, és ilyen 12 éves fiúkkal jár suliban, vagy ez így mi? Én ezt nem értem, de mindegy. Szerintem hagyjuk is. Kent. És akkor ez azzal van elkemve, hogy a kisfiú mondja, hogy hát az a baj velem, hogy olyan alacsony vagyok. Nem az, hogy 10 év van köztem, és mindenki között. Minden. Na, és akkor még azt írtam föl, hogy Bacsó Péter egyik első filmje, Földi Teri, aki a Katit játsza, neki is az első filmje, aki egyébként a Vitrai felesége lesz később. És én is még fölírtam valamit a filmvilágból, nem tudom, hogy ugyanebben a cikkben volt-e, vagy egy másikban, de hogy János, aki Sors Imre, több szenvedélyt érez az Esztergagép iránt, mint Kati iránt, és ez is nagyon jól összefoglalja ezt a filmet.
Szóval azt hiszem, ezt kínálhatjuk, hogy ezt a filmet maximum így kuriózomként érdemes megnézni, hogyha... Vagy ha valaki az Esztergom padról akar képeket nézni. Hát az van. De azt sem mondanám, hogy ez egy olyan egyedülálló dolog. Tehát igen. Mondjuk az előző részben voltak még ilyen Esztergom pornó. Úgyhogy igen, talán ez a legpropagandisztikusabb film, amit eddig láttunk, igen. Úgyhogy ilyen szempontból kuriózom, de hát nyilván botrány amúgy. Szerintem ne is fecséreljünk ne erre. Ne fecséreljünk. Fecsérelendőt. Szóval a következő filmünk, Föltámadott a tenger, ez egy történelmi film. Szóval, és a történelmi filmet értsük úgy, hogy ez egy megfilmesített történelemkönyv, a maga hazugságaival, és ferdítéseivel, de hogy ilyen szempontból, hogy végigmegyünk időrendben az 1848-as szabadságharc bizonyos pontjain, ennyi. Tehát ez a dramaturgiája a filmnek, hogy megmutatjuk ilyen... Hát olyan, mint az ilyen History Channel-en, hogy akkor nem tudom, és akkor polgárháború. Igen, és ezek akkor szöveges... április 1. Igen, és akkor vannak ilyen kiírt szövegek is, hogy és akkor nem tudom milyen seregek, nem tudom hova mentek. Tehát, hogy... Ha valaki, nem tudom, érettségire készül. Hát igen, csak hát azért utána még érdemes elolvasni, hogy mi az, ami nem felel meg teljesen a valóságnak, vagy ami kicsit árnyalta. Mert azért erre is hatott a korszellem. Igen, tehát hogy itt Petőfi Sándor azért egy ilyen proletár forradalmár, aki a világszabadságért küzd, ami jó, nyilván oké, valamennyire, nem tudom, tehát hogy nem azt mondom, hogy nagyon erőltetett, mert nyilván ez egy szabadságharc, de hát azért nem erről volt szó. Mert ott voltál. Hát nem volt, jó, nem láttam egy másik filmet, ami benne lesz. Szóval ezen megyünk végig. Nagyon nagy volumenű a produkció, tehát van pénz, szép kosztümök, sok ember, sok statiszta. 3000 statiszta, igen. Beöltöztetve, lovon, harcok, tehát pénz az igen. Volt. Tehát, hogy ebben volt az ugye, hogy az öt tusa csapat lovagolt. Azt nem tudom. Azt hiszem, igen. Lehet. És hogy ez hogy is van, hogy ez a Nádasdy Kálmán a főrendező, és meg van még vannak László, a Ranódi, meg a Szemes Mihály, meg még a Pudovkin is beleszól. Tehát, hogy hát ez ő csak ilyen... így, igen, ez egy ilyen szuper csapat, akik a maximális hatás elérés a véget. Tehát ez a jó a Petőfiben, nyilván... Hogy mindenki megtalálja benne. Igen, amit. Mindig az ellen lázad, ami most pont jó, elég régen történt, már nem emlékszik. Nem él senki, aki élőben emlékszik erre, úgyhogy nyugodtan lehet azt mondani, Petőfi, az izég ellenharcot, Petőfi, a Brüsszel ellenharcot, tök mindegy. Szóval, amit én felírtam még, hogy valamit itt felírtam, ami, ja, hogy nekem valamiért Star Wars jutott eszembe erről a filmről. Jó, ezt bővítsük ki akkor. Jó, akkor ez most megint egy 20 perces tiráda lesz. Tehát amikor Dunai városban a Star Wars-ot nézted. Nem, amikor a George Lucas-szel. Vagy jó, akkor... Tehát, de hogy... ki a Jar Jar? A Ben? De egyébként annyiból beletrafáltál, hogy nekem az epizód egy jutott eszembe. Hogy ott, tehát, hogy valamiért ezek, hogy csak ilyen kis vinnyetteket látunk, és hogy vannak ilyen, tehát hogy nekem nem az első... kohéziót a jelenetek között? Igen, és hogy sok az ilyen politika, és az osztrák hadvezéreknek ezek az utasításai, meg ezek nagyon ez a, mint a Star Wars-ban a birodalom, hogy el kell tipornunk a felkelő, ilyen típusú ilyen szövegek. Van egy olyan, hogy azok a pópák, van, amikor tárgyalnak, van ezek az ortodox pópák, az nincs meg az a jelent, és azoknak van ez a feketében igen. Vannak, ja, és egy kicsit olyanok, mint egy ilyen jelmez az epizód egyből, azok a fura dúdok. Azok a kereskedők. Nem kereskedők, azok a... Nem, van az elején, akik ott igen, ott gondolkodnak. Hát ezt rég láttam már. Két ilyen tudom. Tök fej. Hát ilyen bubis fejük van. Igen, és akkor azok is így eszembe... Na mindegy, akkor lehet, hogy ez ilyen, de valamiért ez jutott eszembe. Aha. És akkor vannak még ilyen szövegek is, amik így kontextusba jelzik, hogy mi történt. Neked az a fogadhajtó verseny. 40 perc.
Na mindegy, jó, nekem valamiért ez egyszer így bekattant, hogy valamiért ezt a hangulatot árasztja, és utána nem tudtam levetkőzni, de ez lehet, hogy teljesen félrevisz. Lehet, hogy George Lucas megnézte ezt ihletként. Ezt nem tudjuk sem cáfolni, sem megerősíteni. Na mindegy, bocsánat, lehet, hogy ez félrevisz. Egyáltalán. Engem, ami még feltűnt, hogy egyrészt hol van Sós Imre, itt is itt volt, egy életem, egy halálom, ráadásul azt mondja, úgyhogy azért kap kis szöveges szerepet is, meg aki nekem föltűnt, hogy a Székely lány, és mondom, hát ez a, aki a Székely lány a vége igen. felé, aki ugye mondja, hogy hát én segítek oda beviselni, hát az a, azonnal így mondom, hogy de hát ez a banya, az indul a bakterházból, annyira karakteres arca és hangja van, ügyes vagy nekem, nem. Mondom, hogy hát, tehát, hogy az azonnal. Ez volt Horvát Teri, na mindegy, úgyhogy még ő, neki van egy ilyen, neki nem is cameo olyan, ami kicsit hosszabb szerepe van, ami így föltűnt. Most neki azt hiszem ez a, nem tudom, ez viszonylag korai szerepe ez is. Nagyon hosszú ez a film, azt el kell árulnom. Ez 44 perc. Igen, hosszú. Tehát nagyon hosszú, két részes volt eredetileg, de egyébként azt elismerem, hogy amúgy nem, tehát hogy amennyire féltem ettől a filmtől, nem volt unalmas. Meg jó minőségű. Igen, tehát hogy vannak tömegjelenetek, rendes iparos munka. Nem volt borzasztó. Vannak ilyen adatok, hogy na. A 4000 méteres, kétrészes film munkálatai 3 évig tartottak, a forgatás 200 színésszel, 3000 statisztával 9 hónapot vett igénybe, és több mint 7 millió forintba került. Csupán a március 15-i múzeumkerti 4 perces jelenetet 1500 statisztával 3 napos munkával forgatták. Hát igen, tehát onnan is lehet tudni, hogy ez nem spare egy történelmi... no expense. Nem a történelmi hűség csimboresszolja ez a film, hogy hát Petőfi elszavalja a múzeum előtt a... Amit tudjuk, hogy egy hoax. Hát teljes, tehát hogy innen lehet, így lehet lemérni, hogy kamu egy film, vagy nem. Meg gondolom, te is olvastad ezt a vicces sztorit a filmarchívumon. Hogy? A párt számára a film fontosságát jól mutatja, hogy állítólag egy munkavetítésen még maga Rákosi Mátyás is megtekintette a félig kész kópiát. Ez remek mű lesz, vagy semmi? Nádasdi vagy főrendházi tag lesz, vagy felakasztjuk? Érzékeltette a film elkészültének jelentőségét Révai József, a Rákosi korszak népművelési minisztere, meghatározó ideológusa. Hát, és elismerés... Nem akasztották fel. Igen, elismerés, hogy egyrészt nem akasztották fel, meg hát ugye az nem megyünk végig az egész szabadságharcon, hanem milyen érdekes módon egy győztes csata után egy valami convenient ponton. És olyan érdekes ponton van vége a filmnek, de ez biztos csak azért, mert... Ez véletlen, kifutottak a pénzből. Pont amikor első Miklós orosz cár esetleg bevonulna 200 ezer katonával, az már pont nincs benne. Az nem volt lényeges. Jó, nem, azért mert egy győzelmi ponton akarták abba hagyni, hogy ilyen felemelő hangulatú legyen a film. A beszéd után is abba hagyották volna. Igen. Nekem, ami nagyon tetszett, amit ki akarok emelni, hogy Maklári Zoltán BEM-ként szerintem tök jó, és hogy végre nem azt mondom, hogy nem kapott főszerepeket, de hogy itt azért, itt ez egy tök nagy rajta szerep. Rajta a világ szeme. Rajta a világ szeme, és szerintem tök jó. Tehát, hogy nekem ő volt a színészileg, ő volt a legizgalmasabb, meg a leg... Nem tudom, a Petőfiért oda voltak, én nem voltam oda érte. Nem, nekem is. Meg ugye volt, amit még az előző részben mondtam, hogy az irányi, aki alakít, vagy irinyit, aki alakítja, igen. Ez a Molnár Tibor, és ő jó Petőfi lett volna szerintem. Ja, vagy várjál, hülye vagyok ebbe a Görbe János, igen. A Petőfi? Ja, igen. Nem, akkor bocs, összekevertem a következő filmmel. Görbe János tök jó. Bocsánat, Görbe János. És Ferrari Violetta a Szendrői Júlia. Igen. Hát még ilyen dolog, még olyan dolgokat írtam fel, hogy Íjes Gyula és Szőcs István kezdte el a munkát ezen, de ők nem akartak már, vagy Íjes Gyula végül is írta is nagy részben ezt a sztorit, de Szőcs kiszállt, mert hogy ő nem akart ez a történelmhamisításhoz. Nem, hogy itt arra az egyik ilyen fontos vagy kijelentése a filmnek, hogy Görgei az igazából egy ilyen hazaáruló, igen. Aki az ellenség szekerét tolja így. Igazából
nem vagyok történész, szóval ehhez nem fűzök hozzá, de hogy hát ez ennyire... Azóta ez már úgy megcáfolódott. Igen, tehát, hogy ennyire biztos nem egyértelmű ez a dolog, vagy... Tehát na mindegy, szóval, hogy ez azért így, azért mondom, hogy történelmi érettségre, felkészülésre azért érdemes utána még elolvasni valami forrást. Nyilván szórakoztatóbb, mint egy történelemkönyvet bújni. És csak 2 óra. Igen. Tehát ahhoz kevés, mint film, hosszú ez a 2 óra. Igen. Akiket még itt felírtam, Hegyi Barnamás az operatőr, őt felírtam, mert hogy ilyen tök jó képek Igen. voltak benne, és Ludas Matyinak meg a Valahol Európában-nak is a... Mondjuk az mennyivel jobb volt. Hát igen. Mm. De és az is, fú, képek voltak benne. Igen. Önmenőt képileg gondoltam. Igen. Aki 66-ban agyvérzést kap, és kómába esik, és utána meghal. Básti Lajos Kossuth, aki 48-ban százasodik Ferrari-ben. Básti Júli apja. Básti Júli apja, igen. És 55-ben elválik Ferrari Violettától, és ez a baj, hogy ezeket mindig így felírom, és nem tudom, hogy már elmondtam el. Mindegy, úgy sem emlékszik senki. Jó, akkor megy ez után. Akkor ezt mindig el tudom mondani. Jó. Szóval, hogy Londonban is kimegy, de 40 után ő nem is játszhat ráadásul itthon, és Pressburger Imre a barátja, tehát, hogy csillagokig is vezethetne az útja, de ő mégis inkább visszajön, és itt játszik filmekben, például ebben is főszerepet kap, és 76-ban tüdőrákot kap, de sikeres műtét hajtanak rajta végre, úgyhogy utána még... A tüdőrákot meg lehet műteni. Hát gondolom, korán észrevettek. Kivágtak egy hát darabot a tüdejéből. Szirtes Ádám, aki Hajdú Gyurka, őnek egy Talpalatnyi Föld volt az első filmje, és róla még azt érdemes tudni, hogy 187 kreditje van, szóval ő is elég sok filmben szerepel. Molnár Tiborról beszéltünk, Horváth Teriről beszéltünk, és I.S. Gyuláról meg annyit érdemes tudni, még azon kívül, hogy író, hogy a Nemzeti Parasztpártnak a tagja, és 48-ban, mármint 1948-ban nyilván, csak hogy nehogy összekeveredjen, lemond az országgyűlési mandátumáról, és 56-ban, tehát nem sokkal ezután a film után, neki röpiratban terjed az 50-ben írt verse az Egymondat a zsarnokságról, és ezért sokáig egybe, Kádárkorban sokáig egy tiltott vers volt, ami azért érdekes, mert hogy mondjuk, ha volt egy I.S. Gyula összes, akkor abból ezt kihagyták, ezt a verset, és akkor anélkül volt egy összes. Mennyi furcsa dolog történni. Azt még nem mondtuk, hogy ebben a részben csak 4 film lesz, és térjünk is rá az utolsóra. Az utolsó filmünk a Bán Frigyes által rendezett Rákóczi Hadnagya című, szintén nagy volumenű történelmi opusz. Magnum opusz. Minek a története röviden? 1708, Bornemissza János, a bátor, hazaszerető, tőhős, hazafi, aki először Vakbottyánnál strázsamester, és van egy szerelme, Anna, akinek szüksége van Bornemissza János segítségére, mert a falujukat ellepték a labancok. Ez az alaphelyzet. Ja. Innen indulunk. Egy ütközetben Bornemissza János elfogja Starenberg, vagy milyen grófot. Van ilyen, igen. Igen, aki a labancoknak az összes hadi pénzeit viszi magával, és ez egy hatalmas fogás, hogy ő el... Most itt egy kérdést megfogalmaznék, hogy én nem tudtam utána járni, hogy ez megtörtént. De mert van egy filmvilágos cikk, amiben azt írják, hogy ez megtörtént. Én is azt olvastam. De hogy én aztán rákerestem, és tehát, hogy amúgy én ezt nem találtam így leírva, ezt a Bornemissza János sztori, hogy ez tényleg így volt. Kérjük a hallgatóink segítségét, aki történész hallgató. Jártas a történelemben, fogalmam sincs, én a filmvilágnak elhittem. Igen, és akkor emiatt a fantasztikus kapás miatt előléptetik Rákóczi Hadnagyának. Eközben otthon a faluban a szerelmét, Annát, az áruló Suhajda megpróbálja behálózni, és elhitetni vele, hogy Bornemissza meghalt, de hát ők olyan, mint az Aragorn és az Arwen, és Anna tudja, hogy nem halt meg, mert azt érezné. Sikerül felszabadítani a falut, happy end, összeházasodnak, és már másnap megy is tovább harcolni. Hát, és ezt ki kell emelnem, azt hiszem, hogy nekem ez volt a... Kedvenc pontod. Ez a kedvenc pontom a filmben, hogy úgy happy end, tehát, hogy ilyen nagyon örülünk, hogy ők összejöttek, és de végig is ez a mosoly, ez egy ilyen lefittyed a végén,
Anna arcáról, amikor rájön, hogy hát tök jó, hogy összejöttünk, meg tök jó, hogy együtt vagyunk, de hát holnap ki kell lovagolni Jánosnak, és ez szerintem tök jó befejezés volt, úgyhogy ez így... Igen, mert amikor ugye először elmegy Annától János, hát akkor ott meg így zokog kb. Igen. Ott teljesen ki van. De most már, hogy összeházasodtak, és a felesége is úgy megy el gyakorlatilag meghalni. Hát nem, de már csak mert ott ez, tehát beteljesedett a szerelmük, meg a büszkeség, amikor sír, akkor meg az van, hogy hát ott úgy érzi, hogy elrángatják mellőle, és hát még nem volt elég idejük. Aha, igazad van. Szerintem ettől működik. Azt írtam fel, hogy néha egy kicsit a Bornemisza-nak Huyber Feri feje van. Elfogadom. Nekem azt tűnt fel, hogy a Vas Évának, aki az Anna, neki nincs olyan feje kicsit, mint a Sós Imrének. Most megnézem, Vas Éva. Tehát, hogy... Lehet, hogy ő a Sós Imre egy parókában? Hát ne, azért nem, de hogy nem tudom, valahogy így a... Hát ilyen széles, meg nagy csontjai vannak. Igen. Igen, értelek. És kicsit így a habitusa is ilyen hasonló a filmben. Lehet, hogy titkos testvérek. Ezt most kezdjük el terjeszteni. Jó, akkor ők testvérek. Ja. Tény. Amit kiemelnék ebből a filmből, a végén kívül, Zenta Ferenc. Uh-huh. Azt hiszem. Tehát, hogy nekem ebben a filmben ő az, aki... Tehát az ő karaktere, és színjátszás, és ezért, tehát, hogy nekem ő elvitte a sót az egészben. Tehát, hogy ő a nagyon... Tehát egyrészt ő az a szereplő, aki nem áll be a kurucokhoz, se a labancokhoz se, de hogy azért nem áll be a kurucokhoz, mert hogy nehogy már azok parancsoljanak nekünk, akik eddig a igen. vérünket, vagy hogy mondjam, hogy álljunk olyan seregbe, ahol azt parancsol, aki eddig nyúzott. Uh-huh. De aztán végül Correct. A barátjával, meg a vakbottyánnal azért összeáll a végén, de hogy, tehát, hogy ő a nagyon szabadságharcos uh-huh. ember, meg hát neki vannak poénjai. Tehát, hogy ő a... Hát, hálás szerep. Ő a, side, a vicces sidekick a Bornemisza János mellett. Bornemisza Jánosnak nem nagyon van ám humora. Hát nem. Úgyhogy kell mellé egy ilyen vicces jó, figura, de. És hát tehát szerintem ő mindenkit lejátszik ebben a filmben. Még hát a vakbottyán is nagyon jó, igen. Tehát, hogy ő a másik, akit így kiemelnék. Ez kicsoda a színész. A vakbottyán, ő a Mádi Szabó Gábor. Uh-huh. Hát ez az első ilyen igazi nagy szerepe. Uh-huh. És hát itt hozza is ezt, tehát ezt a félszemű, jó, hát amúgy is ez a félszemmel néz meg, nem tudom, tehát hogy ez, tehát hogy most, nem nehéz, most legyünk összintén, félszemű, félszem, az mindig egy jelenlét a vászlon, ha valakinek félszemmel van, tehát hogy... Nekem ez egy kicsit hasonló volt az előzőhöz, hogy így... Igen. Történelmi, sok lovasok, sok pénz. Azt hiszem egyébként rosszul mondtam, és talán ebben volt az öttusázó csapat, de ez teljesen lényegtelen. Hát én úgy tudom, hogy annyi, hogy az Ente Ferencet az öttusázó csapat, de akkor lehet, hogy ez a többi lett... lovasok is ja, azok voltak. Vagy ők tanították meg lovakba. Igen, és akkor vannak ilyen vicces sztorik, hogy ők miket beszéltek egymással, amit belinkelhetünk, annyira nem lényeges. Én azt nem pontosan értem, hogy ez miért volt a korszak legnézettebb alkotása, és ezt miért nézték meg 7 millióan, és miért tűzték a mozik gyakran a izéjükre, műsorukra. Hát szerintem ez kicsit, tehát hogy igen, nagyon hasonlít a föltámadott tengerhez, csak rövidebb, viccesebb, uh-huh. vagy szórakoztatóbb, mert az egy, igen, az egy történelemlecke, ez meg itt egy személy, tehát hogy tökre van ez a személyes sztori, hogy van szerelmi szál, a Zenta Ferenc, a vicces sidekick, tehát hogy ez ilyen filmesebb, vagy... Igen, de nekem. Valahogy olyan a lélek hiányzott nekem belőle. Én nekem azt a Fekete Miska, vagy ki a Zenta Ferenc, ő ezt hozta. Talán meg nem szerettem az Annát se benne. Aha. Hát, mindegy. A vakbottyán, én a vakbottyán kedveltem. Ja, meg ezzel nehéz azt hiszem mennem, ezzel a ilyen elvakult, tehát ennyi a Bornemisza János jelleme, hogy hős. Igen. Ez egy picit olyan... Igen, az nem annyira működik, ez a szerelmi szál sem, nem annyira van kémia köztük. Hát nem baj, 7 millióan mégis megnézték, úgyhogy... De amúgy hozzáteszem, én is... Inkább ezt ajánlanám megnézésre, amúgy. Hú, hát igen, mint az ifjú, vagy a föltámadott a tengert. Igen, tehát szerintem ez szórakoztatóbb. Mindenféleképpen.
Amit még ki szeretnék emelni, hogy nagyon jó volt a zenéje. Uh-huh. Vagy itt, tehát, hogy amúgy ezt nem szoktam annyira, vagy nyilván jó, az állami áruházban van a uh-huh. híres dal, de hogy itt tök jó filmzene volt, és ezt Farkas Ferenc írta, aki az Itt él a Balatonnak volt az első melója, és a Gyöngyvirág tulompullásiknál, és aztán beszéltünk róla, és azt is írtam. Mikor volt az Itt él a Balaton? 33. Nekem az egy emberöltőnek tűnik. Ez 33, úgyhogy 20 évvel ezelőtt. Azóta ülünk itt. Hát igen. Fú. Hát sőt, az már, az előtt már ültünk itt. Igen, azt a mindenit. De arra a filmre még mindig emlékszem. Hát igen. Tehát, hogy az működik az a film, mert vannak képek, de amik... Igen, konkrét jelenetek meg vannak belőle. Ezt, ha megölsz, se tudok egy jelenetet visszaidézni. Maximum azt, hogy a végén ellovagolnak. Hát, és amikor a... Zente Ferencet pipázik, nekem az egy ilyen... Na jó, de mondjuk jövő héten már nem fogok emlékezni. Meg semmire nem emlékszem. Meg a magbottya megigazítja a bajszát, amikor egy jó hírt hoznak a csatamezőről. Hát azért van benne ilyen. Jó, nem, tehát, hogy nem olyan, mint a, itt él a Balatonban, igen, a vihar és kereszt. És a págerség. Nem arra jelentve gondoltam, de egyébként arra is emlékszem. De csak azért, mert sokat beszéltünk róla, amúgy valószínűleg nem emlékezni. Szerepel benne Suhajdaként, akit amúgy nem ismertem föl, Raksányi Gellért. Én aki senkit ugye, nem ismerek aki a kutya úr a szomszédunkból. Ja, tehát ez egy pre-union. Igen, igen. Vagy a szomszédok itt ismerkedtek meg. Figyelj, szerintem az állami áruház volt a legjobb ezek közül. Hát szerintem fel tudunk állítani egy rangsort, amiben meg fogunk egyezni. Állami áruház, Rákóczi hadnagya. Igen. Feltámadott a tenger ifjú szívben, nem? De. Jó, megegyeztünk. Kész fog ennyire el, pacsi! Ennyire egyszerű még sose volt talán, és ennyire egyetértés, hogy ez teljes szinkronban vagyunk. Milyen jó így kezdeni az új évben. Ugye? Hát, ez nagyon sok jó dolgot vetít előre szerintem. Nézzünk bizakodva a jövőbe, azt mondod. Nézzünk bizakodva a jövőbe, ahogy Sors Imre a szovjet és a magyar zászló alatt. És az Eszterga gépre. Szóval kövessetek be minket mindenhol, ahol lehet. Itt a helyen, ahol ülünk? Mit mutogatsz? Itt az épületben? Itt a földszint egyben? És köszönjük a zárójelnek, hogy itt felvehetjük ezt a fantasztikus podcastet. Viszont hallásra. Nekem nincs több gondolatom, mindjárt elájulok. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!